Hogyan tudod motiválni gyermekedet a tanulásra? Ahhoz, hogy valaki meg tudjon tanulni valamit, először is akarnia kell. Ha nem akar valamit megtanulni, akkor sosem fogja tudni megtanulni. Lehet, hogy bemagolja egy dolgozatra vagy vizsgára, de sosem szerez olyan tudást, amit később használni és alkalmazni is tud. A legtöbb általános iskolás és gimnazista gyerek azért tanul, mert kötelező, vagy pedig a szülő elvárja tőle. De ebből sosem lesz olyan tudás, amit később tudna alkalmazni. De mit tehetsz te szülő, hogy a gyermeket saját elhatározásból döntsön úgy, hogy például megtanulja a magyar nyelvtan szabályait? Először is derítsd ki, hogy milyen céljai vannak, nem a tanulással kapcsolatban, hanem amúgy az életben. Mi az, amit el szeretne érni? Mi az, amit szeretne megvalósítani? Ez lehet bármi. Lehet olyan, hogy meg akar tanulni például angolul, vagy lehet az, hogy azt szeretné, hogy a pókember legyen a barátja. Vagy lehet az a célja, hogy el szeretne jutni Amerikába. Majd pedig beszéljétek meg, hogy a magyar nyelvtan szabályai hogyan segítheti őt ennek a célnak az eléréséhez. Például, hogyha meg szeretne tanulni angolul, de nem ismeri a magyar nyelvtant, akkor amikor az angoltanár tanítja őt, akkor nem fogja érteni, hogy miről beszél az angoltanár, mert mikor a tanár azt mondja, hogy ez egy névelő, ő valójában nem is fogja érteni, hogy miről beszél, mert nem tudja, hogy mi az a névelő. Vagy ha azért szeretne megtanulni angolul, hogy lefordítson mondjuk dalszövegeket, akkor hogyha nem ismeri a magyar nyelvtant, akkor nem fogja tudni magyarul leírni a dalszövegeket és megfogalmazni. Lehetőség szerint minél több kérdéssel vezess rá arra, hogy miért jó neki az, hogyha az adott céljához ezt a tárgyat használja. Tehát ne te add a szájába a válaszokat, hanem kérdésekkel vezess rá, és ő mondja, fogalmazza meg őket, mert ettől sajátjának fogja érezni. Igazából minden célhoz hozzá lehet rendelni egy tantárgyat, ugyanis az általános iskolai és gimnazista tananyag valójában egy általános ismeretet ad a gyerekeknek, amire minden felnőttnek, meg minden embernek szüksége van a boldoguláshoz. Ha bizonytalan vagy abban, hogyan tudnád összekötni a gyermeket célját azzal a tantárgyal, amit épp nem szeret tanulni, akkor írd meg, hogy milyen céljai vannak a gyermekednek, és mi az a tárgy, amire motiválni szeretnéd, hogy tanuljon, és a jogosult csapata segít neked.